Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jön a Division 2. Nem tudom, hogy örüljek-e ennek, vagy ne örüljek ennek, és őszintén megmondom, hogy nem tudom, hogy mi állhat a háttérben, amiért szükség van arra, hogy egy Division 2-t hozzunk létre. Talán az, hogy a Division annyira egy broken game, és annyira javíthatatlan formában van már, hogy egyszerűbb felépíteni egy újat, és azt fejleszgetni, mint hogy ezt folyamatosan patchelgetni, javítgatni valószínűleg. De annyit tudok, hogy a Division a világ egyik legsikeresebb játéka, és amikor megjelent, az egyik leggyorsabban fogyó játék volt. Aztán persze sajnálatos módon a bugok miatt, meg minden, ami benne volt összességében, gyorsan is csökkent a játékos bázis, de sosem volt nem népszerű. Hogy így fogalmazzak, mindig volt játékos, mindig instant találtam játékot, és mindig meg tudott újulni új események, új fegyverek, új patchek, új balansz, új minden, és ezen a 3 éven keresztül, mint kint van a Division, folyamatosan megújuló szolgáltatást nyújtottak a Ubisoftnál, vagyis hát nem a Ubisoftnál, hanem a Massive Entertainmentnél, na és folyamatosan foglalkoztak a játékkal, és a játék egyre jobb lett, és nemrégiben csináltam egy videót az 1.8-as patchről, ami a Division-t végre, legalábbis szerintem, nem tudom, hogy a hardcore fanok, mert én azért nem tettem bele több ezer órát a játékba, csak hogy a 3-500 között itt valahol, és én úgy láttam ott is akkor, hogy a Division most egy ilyen mostanra lett, egy ilyen megérett játék, egy egészen kibalanszolt, és az új szettekkel együtt, mindennel együtt új értelmet adott a játéknak, célt, amiért farmolni, erősebbé válni, jó. És behozták a globál eventeket, ami egy tök jó ilyen kis színezést adott, behozták az új multiplayert, ami megint csak jó lett, és értelmet adott azzal, hogy Division multiplayerrel játszódjuk, és sima TDM, behozták a Survivor módot, ami kurva jó, és izgalmas tud lenni, ha már megütöd azt a bizonyos szintet, ott már tényleg arról szól, hogy ki milyen jól buildel, és hogyan, hogyan jön össze a csapat, és működik együtt. Nagyon-nagyon profira meg volt csinálva, ki volt találva, úgyhogy, és még akkor is, hogyha az ember, tehát ha már nem játszol vele hardcore módon, casualként visszamész és játszol vele, nagyon jól tud szórakozni a Division-nel, és ez a dolog itt egy kicsit, ami nekem ilyen furcsa volt, hogy valóban szükségünk van-e egy Division 2-re? Ez lenne a kérdésem. Te miért játszanál a Division 2-re? Miért gondolod úgy, hogy szükség van egy Division 2-re? Erre a kérdésre válaszoljatok kérlek a kommentekben. Ameddig én szeretném felvázolni, hogy mit várok el a Division 2-től, ha már kijön, mit várjunk el a Division 2-től. És rögtön kezdeném is a listát egy olyasmivel, amit nem várok el a Division 2-től, de mégis elvárom, értitek? De van, a Division 1 egy hihetetlenül broken game lett, és emiatt valamiért úgy gondolom, lehet, hogy ez az én hülyeségem, de úgy gondolom, hogy a maga brokenségével a játék valahol az életet reprezentálta. Tehát az élet sem fair és egyenlő és broken, hogy így mondjuk. És a Dark Sectortól kezdve a játék különböző fázisain keresztül, főleg a Dark Sectorban, nagyon kimutatkozott azon embereknek a tehetsége ebben a játékban, akik ráfigyeltek a részletekre, kiszámolták, összeadták, megcsinálták, kifarmolták, és ezek az emberek sokkal OP-bak voltak, csalókat leszámítva, sokkal OP-bak voltak, mint azok, akik csak úgy farmolgatták, megcsinálgatták, de nem nagyon számogattak utána, csak nézték, amikor a zöld nyíl fölfelé mutat, az jó. Szóval, és a szettek brokenné váltak, hogyha megcsináltak. Egy-két ilyen olyan glitchet, bugot kihasználtak az emberek, és én valahol ezt élveztem a Divisionbe. A Dark Sectorban való mozgolódás ezt az izgalmat adta nekem, ez volt nekem az adrenalin szint, hogy belefutok-e egy olyan emberbe a Dark Sectorban, aki többet és jobban tud számolni, mint én itt ebben a játékban, és az le fogom-e tudni győzni, vagy hogy a szettem, amit összeraktam, mennyire lesz kompetitív ott a Dark Zone-ban, és persze mindig szívtam, mert akik oda bementek, azok tudtak szetteket összerakni, hogy őszinte legyek, de az adrenalin maga az volt, hogy a game brokensága miatt
mennyire fogok tudni sikeres lenni, hogy ebben a hibás kódban mennyire találom meg a helyemet, így is mondhatnám. Szóval a Division 2-től mondhatnám azt, hogy nem szeretnék egy broken game-et, de tudom, hogy ez lehetetlen lesz, mert ez a játék annyira komplex és annyira egyedi, hogy egy embernek, talán egy mesterséges intelligenciának sikerült tökéletesre megcsinálnia, de egy embernek nagyon nehéz lesz ezt tökéletesre megcsinálnia, hogy minden klappoljon, de mindenképp fognak, és szerintem remélem, hogy fognak az első hibáiból, megjelenési hibáiból tanulni, és jobbá tenni a másodikat. Legalább a megjelenés pár hónapjáig, amíg a játékosok felfedezik a brokenséget megint, és aztán kezdhetik a javítgatást. De tényleg nagyon remélem. Na most, a multiplayerről is szeretnék egy kicsit beszélni. A multiplayerben szeretném, hogyha úgy oldanák meg például a szetteket, mint perkeket a Call of Duty-ban. Tehát egyes szetteknek a 4-es vagy 6-os set bónuszait kiemelnék, és beletennék a csomagba. És akkor mondjuk például keverhetnéd a Strikernek a 4-es set bónuszát a Lone Starnak a 4-es set bónuszával. Vagy egy Ninja Back hátizsákkal, most mondtam valamit, bónuszokat hoznál létre, mondjuk egy Lone Star 2-es bónusz, egy Striker 2-es bónusszal, egy D3-as 2-es bónusszal, és így kicsit úgy raknád össze, mint Call of Duty-ban a perkeket, viszont sokkal letisztultabban, nem lennének, mit tudom én, olyan bónuszok, hogy extra páncél, vagy extra sebzés, vagy valami, tehát nem emelnének a sebzéseden, életerődön valami, nem, az életerő, sebzés, minden az ilyen konstans lenne, mindenkinek egyforma, és mint a Call of Duty-ban a perkek, a különböző szetteknek egyes set bónuszait lehetne beinstallálni a multiplayerbe. Igen, tudom, hogy ez egy ilyen komplex multiplayer játék, külön multiplayer játékot kíván megprogramozás, és tudom, hogy nem így lesz, de ez nem lenne rossz, mert úgy érzem, hogy ezt tenné sokkal egyenlőbbé a játékot, és a fegyver bónuszokat úgy, hogy van, el is törölném a játékból. Tehát a talentek a fegyvereken elképesztően OP-k, és nagyon-nagyon meghatározzák a játékot. Tehát ha még van egy jó fegyvered, egy jó talenttel, és ha nincs is egy annyira jó setted, set bónuszokkal ellátva, még így is lehetsz jó a játékban. Nehogy Isten, hogyha még emellé egy jó kiegészítő setted is van, az egyszerűen már OP-bb lesz sokkal, mint a többiek, és nem biztos, hogy ez jót teszenek a multiplayernek. De a mostani multiplayer próbálkozás, a 4v4 TDM, az már nagyon jó úton halad egy jó játék vele. Szóval egy elkülönített multiplayer, így is mondhatnánk, a mostani, tehát a maga az alapjátéktől egy elkülönített multiplayer, és más struktúrákra épülő multiplayert szeretnénk, legalábbis én. Na most a Dark Zone. A Dark Zone, én úgy gondolom, hogy most az 1.8-ra lett a legjobb, úgyhogy én őszintén szóval a Dark Zone szeretném így, ahogy most van. Ez a koncepciója a Dark Zone-nak nagyon jó. Természetesen, mint hardcore gamereket kicsit megértem, hogy azt mondják, hogy kevésbé adrenalin dús, ebben igaz, ez igaz sajnos, viszont a kezdőbb játékosok, mint én is, és a casualabb játékosok nagyon-nagyon sokat szívtak a Dark Zone-ban azért, hogy egy-két cuccot kihozzanak, mert az emberi természetnek a köcsöksége mindig közbeszólt. Mindig az volt, hogy hátba lőttek, mindig az volt, hogy kivártak, és hátba lőttek, és ez így egy kicsit idegesítő volt ezen része. A többi még oké lett volna, hogyha való mászkak az utcán, meglepnek, lelőnek valami, oké, ez benne van, de amikor már ott vagy, hogy kimentenéd a cuccot, és valahonnan ketten jönnek, körülvesznek, lelőnek, csak úgy poénból, az tényleg egy frusztráció volt már egy adott után. A következő dolog, amire nagyon szeretnék vágyni, az a történet folytatása, az Isten szerelmére. Egy nyomorult patchet a 3 év alatt nem tudtak behozni, ahol egy kicsit folytatódik a történet a vírusról, hogy Jessica Kendall talál talán egy valamiféle ellenszert, vagy bármit, ami elindulhat úgy a víruskutatás, ellenszert gyártás, vagy okának megfejtése, hogy mitől lehetett
mert minden sok kérdőjel van a történetben, és a történet kurva jó, és egy kurva jó koncepcióban van, és nagyon szeretném, hogyha folytatódna a történet. A másik dolog pedig az, hogy ne télen, elég volt a hóból, szeretnék egy fasza, jól bennövényesedett, mert hogy New Yorkot, a belvárosában olyan nagy gazok nőjenek, fák és ilyen I Am Legend című film szintű post-apokaliptikus jelenetekkel legyen tele az egész játék. Ezt szeretném. Tehát ne 3 év teljen el a történet szerint, hanem sok-sok év, 10 év, 20 év, itt tudom én, ott még mindig harcolnak, de már meleg van, és tél van, nincs hó, növények lepik be az utcákat és az épületeket, valami ilyesmit nagyon tudnám értékelni. Tudom, Tom Clancy-t valóság érzetétől ez távol áll, de azért nem lenne egy rossz dolog. Szóval, nagyjából ennyi. Egy grafikai update-et is szeretnék, mivel, hogy amikor először megláttam a Division-t, 4-5 évvel ezelőtt, amikor először bemutatták E3-on, a grafikától leesett az állam, már akkor is gyönyörű volt. Férj és ne essék, a Division mai napig az egyik legszebb játék odakint a piacon, de meg sem közelíti a Snowdrop Engine-nek a szépségét, amit ki tudnak hozni azzal a motorral, és megint csak Snowdrop Engine-el lesz, és minden bizony lesz valami improvement, és nagyon szeretnénk, hogy lenne valami improvement. Úgyhogy, hát ja, reménykedjünk a legjobban, de azért remélem nem kell egy új gépet összerakjak, hogy a Division 2-vel játszhassak, de minden esetre legyen egy grafikai update, mert eltelt annyi év, és a gépek sokat fejlődtek, és nem ártana, hogy a Snowdrop Engine igazi szépségét meglássuk. Srácok, ennyi lett volna a Division wishlistem. Mindenképp kíváncsiak a ti véleményetek, mit szeretnél látni a Division 2-ben, mi az, ami a szíved vágya lenne ezzel a játékkal kapcsolatban. Nos, ha tetszett a videó, srácok, akkor dobjatok egy lájkot. A Discord szerverünk ennek a videónak a leírásában van, nyugodtan feljöttek, csatlakozhattok, játszhattok. És ja, Facebookon kérdésekkel megtaláltok, hogyha szeretnétek, addig is köszönöm a figyelmet. Sziasztok!